rangos párosítás, Nathan Espinal és Dave Chisnall találkozója, a világranglista 15. és 16. helyezettje egymás ellen. Ugye 5 év alatt összehoztak ők 12 egymás elleni mérkőzést. Egészen pontosan 12-t, igen. 2017-ben találkoztak először a German Darts Openen, és 6-6 arányban osztoznak ezen a 12 mérkőzésen. A legfontosabb mérkőzés ez a 2019-es World Grand Prix volt, ahol a negyed döntőben ütköztek meg, és a Dave Chisnall 3-1 arányban tudta legyőzni Nathan Espinalt. A szettek úgy alakultak, hogy 3-2-3-1, 2-3 és 3-1. Tehát... Uh-huh. Viszont ugye a két dárcos utolsó három meccsét Espinal nyerte, és mind a három idén volt. Igen. Tehát esetleg ez, ami azért neki nagyobb önbizalmat adhat. Kétszer játszottak Players Championship elődöntőt, tehát jól ismerik egymást. Az első meccsüket még Chisnall nyerte 6-0-ra, de hát ugye Espinal, aki jóval fiatalabb, azért nagyon sokat fejlődött az elmúlt években. Ő rettenetesen sokat. Espinal különben Jimmy Hughes-t verte az előző körben 6-1-re, Chisnall pedig a holland Klassent 6-2-re mind a ketten kiemeltek. És ami érdekes, hogy a fogadó irodák annyira szorosan hozzák a két fiatalembernek az occát, hogy az egyik fogadó irodánál 1,8-et adnak egy Chisnall győzelemért, és kerek 2-t adnak Espinal győzelemért. Egy másik fogadó irodánál viszont pontosan ugyanannyi, 1,9 mind a kettőnek az occa. 180! Hát ha bátrak lennénk, akkor szerintem fogadhatnánk arra is, hogy végig megy a meccs. Tehát, hogy lesz 11 leg. Biztos vagyok benne. Kiemelte mind a kettőt, ez pedig alá megy. Jaj! Gyengécske kör volt Espinaltől. 180 után egy kicsit gyengusz, és ráadásul nem is kiszálló értékre maradt Espinal. Chisnall is még egy helyben toporog, várja a startjelet, 41. 9 nyillal. Kevesebb, mint 200 pontot elérni. Igen, pedig általában, hogyha Chisnall játszik, akkor számíthatunk a rengeteg 180-ra. Igen. Volt egy 170-es kiszállója is itt Belgiumban Chisnallnak. Tehát De Souza vár ellenfélre. Bullal kezd. 13 nem jött, úgyhogy 18-ra kell dobni, hogy maradjon a 40, meg is történik. Úgyhogy nyugodtan dobhat Espinal utána. Igen, Csizi csak kerekíteni tud. De azt meg is teszi. 62-nél. Hát dobhatna 180-at különben, de nem. Tripla 10 nagyon szépen jött, 32-re beállt. Hát, ha nem találja el, nélkül Espinal azt a dupla 20-at. Az nagyon magas fölé. Az első. Hoppá, dupla 10. És nem nincs jó. Meg, rá lehet dobni arra a 32-re. Na, ezért fontos ugye, hogy valaki hátsó pályára ne adja föl, ha az ellenfél nagyon vezet. Mert itt az esély Chisnall előtt, neki is van 3 nyila. Első kívül. A második benne van, 0-1. Így van, pontosan így 0-1, hiszen Espinalnál volt a lehetőség, hogy saját kezdéssel vezessen. Chisnall szokás szerint kanári sárga feketében. Igen. Még a tollak is olyanok. Viszont most a színpad nem öltözött hozzá. 140 ez is. Most nem sárga a biztonsági zóna. 134 után Espinal. Egy 100. Jöhet a következő 140. Szimpla 20. Ebből nem lesz 140. De 91-el is kiszállom van 130. Igen, okosan mentett Chisnall. És ez pedig 140. Hol van wifi? Lehet, hogy nincs a csarnokban?
Hát biztos, hogy van, csak annyian vannak bent, hogy ilyen rettenetesen terhelő. Igen, igen. 94. Hm. 25 éve azt sem tudtuk, hogy mi az, hogy mobiltelefon, most már wifi hiányzik. 25 éve? De tudtuk. Hát a 90-es évek... 90-ben már volt a Vestel 450. Már volt az a nagy táska, igen, az a 25 kilós. Igen, nekem volt igen. Egy szép volt? Motorola telefon, tényleg? Bizony benne. Hú, hát akkor nagy dolog, hát egy státusz szimbólum volt akkor egy olyan. Hát igen. 123. Nekem még olyan volt az elején, még egy antennája volt, amit ki lehet húzni. Igen. 180! Ugye rajtuk kívül még két meccs lesz délután, Joe Cullen kontra Danny Noppert, illetve a végén lesz igazán nagy hangzavar, amikor jön az egyetlen belga ma, Kim Huybrechts, Adrien Lewis ellen, az lehet a nap meccse. 42. Ó! Mi történt? Elrepült valaki? Valami mögött elrepült, vagy lehet, hogy egy ilyen fura hang zavarta meg. De így is bedobja a tripla 20-ast. Aztán már kimosolyog Espinal. Egyébként hihetetlen, hogy mennyire ki vannak érezve a váratlan hangokra a játékosok. Sveháton voltam egy European Tour versenyen, és hát ott ültem körülbelül, mint az a fekete pólós úriember Espinal kezénél. És Simon Whitlock játszott, már nem emlékszem kivel. Az a lényeg, hogy amikor eldobta a három nyilát, oda kiabáltam, hogy come on, wizard. És rám nézett. Azta. Tényleg? Igen. Aha. De nem rosszallóan. Nem, csak így kibökte, hogy honnan jött a hang. Ki tudják zárni különben a külvilágot? Ezek a profik teljesen? Tehát, hogy a maguk is világában játszanak végig? Hát ezt a, azt a hirtelen hangokat, például ugye akkor hirtelen egy fügyszó van, vagy dobás közben valaki egy hatalmasat kúrjant, vagy bármi, azt azért viszony, azt nagyon nehéz kizárni, tehát azt szerintem lehetetlen kizárni. Ezt a masszív zajt, amit a közönség ad, még ha énekelnek is, üvöltöznek, azt ki lehet zárni. Azt úgymond, ha nem is kizárni, de el lehet viselni, hogy akkor most zajban játszunk. Mind a ketten jókorát hibáztak itt a kiszállónál, főleg Espinal saját kezdéssel, úgyhogy Csisznál elhúzhat 3-0-ra. Dupla 4. Az a PDC D betűjénél, az már lejjebb. És az sincsen benne. Körbedobálta a triplát, vagy a duplát. Ideje, hogy Espinal feliratkozzon a táblára, dupla 16-tal. Ott van. Meg is oldotta. 2-1 nyögben nyelősen, de hozza a sajátját. Ismét komoly a kontraszt az előző mérkőzéshez képest. Igen, hát ez egy ilyen nagy taktikai csata a két angol között. Nagyon jól ismerik egymást. Ez egy, kb. Olyan, mint egy ilyen brazil-argentin foci meccs, itt bármi lehet. Nem? Tehát szóval... 180! A pillanati kondíciók, nüanszok döntenek. Száz. Meg kell nyomnia ezt a leget Espinalnak. De hát így nehéz lesz. 180! Játszik könnyedséggel. 100 pont. Kiszállom van Espinal is. Fölötte nem lesz kiszálló ebből.
Ott jön. De szép 96-tal 40-re hagyja magát Dave Chisnall. Benne van a tripla 20. 11 vagy tripla 11. 11 és a Bull 25 lett. Nagy kár érte. Igen, pedig nagyon szép sorozat lett volna. Dupla 20 Chisnallnak, hogy megint legyen két legnyi különbség. Dupla 10. És a dupla 5. Nincs több. Óha, marad az 5. 5-5 nem hagyunk, kérem szépen. Pedig igen. 25. Espinalnak. 9, dupla 8. Megvan! Beilleszti a jobb alsóba. 2-2. Volt 2-0 is ugye Chisnallnak. Azért mondom, hogy én várható, hogy ilyen nagyon hullámzó mérkőzést játszanak. Én tennék egy komolyabb összeget arra, hogy lesz 11 leg. Mind a kettő nagy küzdő, úgyhogy könnyen megtörténhet. 140. Tegnap mondtad azt, hogy rengeteg hosszú mérkőzés volt, nagyon izgalmas befejezésekkel. Bizony. Nagyon, nagyon izgalmas volt végig a tegnap. Most 7 darab, 6-5-ös meccs volt? Igen. 180! Ez tetszik Chisnall menedzserének, aki megint eljött, Belgiumba is. Az ötödik 180-as a mérkőzésen, a harmadik Chisnallé. 2 van Espinalnak. Igen, 3 délután és 4 este. Viszont ma délután ugye még nem volt egy ilyen hirtelen halálos meccs. Nem, 6-4 volt ideig a legszorosabb. Igen, 3 darab 6-3 és... Igen, 2 darab 6-4. 2-6-4, így van. 95. Ezzel ő már kiszállón van. Ellenben Chisnall sokkal jobban számra tudja kerekíteni magát. 100 ponttal 96-ig tud lejönni. Nem lesz. Nem lesz belőle. Nagy hal. 94-76 maradt. Kell a tripla. Nem jön. Nem, dupla-duplát szeretett volna. Dupla 18, dupla 20. De nem sikerült. Tripla 20. Nem jön. 16-os. És a dupla 20 a végére. Az bejöhet. Be is jön. 3-2. Szépen csinálta Espinal. Ez 15 nyilas befejezés. Most már ő is 90 fölött van, 94-en jelen pillanatban. Két leggel ezelőtt még 88 volt Nathan Espinall átlaga. Tripla 20-szal kezd nagyon szépen. Kezd magára találni Espinall. Most már az átlaga is 95 fölötti. Chisnallé pedig jelenleg 98-08. Vörös ördögök, ugye ez a beceneve egyébként a belga foci válogatottnak. Én ezt nem tudhatom. 134. Itt is jön a 134. Jön bizony, 134. Fej-fej melletti meccs. Nem lenne baj, hogy a triplát dobna a végén, de nem jön, csak 57, 170, ugyan kiszálló, de nagyon-nagyon magas. És megint ugyanaz a helyzet, hogy Chisnall egy sokkal jobb pontra tudja letenni magát. 134-jel 55 marad. Hibátlan. Espinallnak volt már ugye egy ilyen kísérlete 170-re. Most viszont jön a tripla elsőre. Második alatta van. Nagy kár érte. Elúszott a nagy hal. Igen, tripla 18 kell. Nem, szipla. 72 a maradék. Nagyon jó, dupla 20. Dupla 20 marad. Dupla 10. Igen. És viszont az jön. A James Wade kiszálló. Igen. 3-3 fél távnál. Száz pont. Hát annyira szoros meccs, hogy megbeszélhetik volna. Figyelj, egyből menjünk 5-5-ről.
az utolsó leggel, nem? Mert ne húzzuk az időt. Ez Csisztának jött volna jól, mert ő nyerte az első leget. Igen, mondjuk ez igaz. Igen. Hát, vagy előbb te földobtak volna egy pénzérmét. Igen. Hát régen volt olyan VB, foci VB, hogy döntetlennél földobtak egy pénzérmét, hogy kijusson tovább. Hát ez elég durva, de... de. Ötös. Azt már 125, szépen oda a vigája, mind a kettőt. Már ki, így már kiszállom van Espinál. És egy, elég egy szimpla, és most már egy kiszálló legyen Dave Csisznál. Meg is teszi, 170 maradt neki. 151-ről jön Nathan Espinál. Jön a tripla 20. Nagyon jó. Az is az nagyon is. Jó, dupla 20! Ó, éppen csak alatta. És erre még ráfizethet, mert ugye Csisznának volt már egy 170-es kiszállója Belgiumban. És rettentő jól dobja a tripla 20-at. Csak hát ugye mindig nem lehet tripla 20-at dobni. De most igen. Még egyet? Mert az kell. Ott van! Bull! A mindenit! Ó, kipattant a Bullból! Abba volt szerinted, nem a dróton? Hát, nagyon ott volt tényleg a közelébe. Sajnos nem játsszák vissza, de én szerintem... Jót vigyorognak rajta. Ez a dróton jött vissza. Na, Espinal. Megremege a keze, dupla 10. Na, még egyet. Óhó, dupla 5. Nem. Nem. Igen, ez az idegek csatája. Biztos benne motoszkált valahol a kisagyába, hogy ezt meg kell csinálnom, mert ha nem... Csisznál? Hát ilyen szerintem nem fordul meg az agyukban. Nem? Nem szabad. Nem gondolnak ilyenre? Nem, nem tized szabad. Tized dob, dupla 20, akkor két nyír rá. És akkor megvan a break. Tessék. Igen, ezt elszúrta Espinal. Inkább az lehetett, hogy annyira bízott benne, hogy megdobja Csisznál 170-et, hogy nem készült fel rá arra, hogy ja, értem. Dupla 5-10-re fog dobni. De jó jelenet volt, ahogy összekacsintottak. Igen. Ők csípik egymást, különben jó kapcsolatban vannak. Az azért nem minden angolról mondható el. 180! Dave Csisznál, hát tényleg ő is a krémhez tartozik, és minden tud erről a játékról, de még nem nyert igazán nagy tornát. Nem, valahogy a végére mindig elfogy. Az örök második, az ezüst fiú. Terry Jenkins volt ilyen. Ő is úgy hagyta abba, hogy nem nyert végül nem, major nem, tornát? Nem nyert. 140. Jó, mondjuk azért viszonylag nehéz volt neki, mert szinte mindig Phil Taylorra kellett ütöznie. Jó van. De rossz korba született. Igen. Ez keveseknek sikerült megoldani ezt a kérdést Phil Taylor mellett. Igen, azért amikor Taylor bejelentette a visszavonulását, azért fellélegzett a mezőny. Azután... Hogy most egy kicsit szabad a pálya. Igen. Ugye? Nagyon szépen játszik Csisznál. 9 nyillal elment kiszállóig. Lehet 10 nyilas. Százas Espinálnak, úgyhogy Csisznál higgadtan be is fejezhet, és lehet 5-3. 11 nyílés is lehet még, akkor 12. Nem, ezt most elrontja, de vissza fog térni. Nem is tetszik a menedzserének. Nine. 98-a, 110 a maradék. Na jaj, oha. Egy. Kerekítő egyes, így van, és dupla négy. Négy. Hát most már csak megoldja. Nem. Mi történt Csisznállal? Por került a gépezetbe. Hoppá! Megpillent. Már harmadszor csinálta ezen a mérkőzésen. Valami zavarja Nathan Espinált. Mi lehetett ez? Ott már jön a tripla 19. 52, 12-t kell dobni. Nem, 26 és dupla 16 marad. Hát csak ugye Csisznál jön megint még 3 nyillal. Igen. Lélektani Gixer Espinálnál. Kivár egy kicsit Csisznál. Még mindig nem dobja be. Még mindig nem!
Hát nem, és nem találja el. De hogy lehet ez? Espinal egyenlíthet hátsó pályáról. Igen, dupa ő is 8. Rosszul kiszállózik. Na még egyet. Nem, ez nem akar menni. Valaki segítsen már neki, Laci. Segítek neki, az a zöld. Hát előbb-utóbb ugye ennek a rémálomnak így vége lesz, tehát valaki lezárja. Jön Csisztálnak a 19. nyila. Ott van. Ennyi, benne van. 5-3. De ezt gyorsan el kell felejteni. ...96-os kezdés Espinától. 23 kísérletből dobott be 5-öt Csisznál, ez csak 22%, még gyengébb Espinelé. 16 per 3. És itt mehet el neki a meccs. Átlagok körülbelül ugyanannyi, 94-2, 96-5. 140. Hát innen már Espinelnek a győzelem betyáros teljesítmény lenne. Tehát egyszer brékelnie kell. 80. Nagyon leesett, és be is takar a nyíl. Jajaj. Na most van baj. Annyira nincsen, mert kettő szektor hibája is van Csisztának, és egy szimpla ússzal tudja csak visszatérítene magát a helyes irányba. Hú, de kiemelte is. Az meg alá megy. Így nehéz lesz. Így nehéz lesz. 154 a maradék. Az már kiszálló, de hát igen. Nagyon-nagyon magas. 101 pont Csisznától ahhoz, hogy 170 tudjon lenni. 69 idáig a dobás. Hú, mennyit vár. Szép. Még egy búl. 119. Az igen. És teljesen tudatos. Ragad Espinelre. Nagyon jó. Még egy tripla 19. Benne van. Dupla úsz. Dob meg. Betudta. Na. Ez talán visszahozza Esp önbizalmát. Meg is kapja az ökölpacsit Csisznától. 5-4, de Csisznál kezd. Jó izzasztó mérkőzés. És tripla ússzal kezd Csisznál. 100 pont. Mondom, benne van azért a levegőben, hogy itt lesz egy 5-5. És az utolsó kör. Igen, hát most kötelező elvenni a kezdését Dave Csisznának. Megnéznénk egy ilyen orosz rulettet a végén. Mondjuk ez elég rossz kifejezés, mert tudod, mi az orosz rulett? Hát tudom. Van benne egy golyó a tárba, aztán vagy szerencséd van, vagy nem. 180! Hát itt volt még egy töltet. Igen, és ez jó helyre ment nagyon. 100! Ez kevés. Jönnek a triplák szépen Csisználnál. 140, 81 maradt. Fú, fakétnél hagyta Espinelt. Igen, csak a kiszállózását kell javítani ahhoz, hogy be is tudja húzni. Ez 82. Nagyon kevés. 6 minimum van arra a 81-re. Ott van a negyed döntő kapujában Csisznál. 66. Nem kell rámenni a bullos irányra. A tripla 10 például tökéletes. Azt akarta. Akkor egy 16-os és a dupla 20 marad. Úgy. Teljesítette, amit kértél. Hát igen. Na, hova tolja le Espinel? Most nagyon már megvan a tripla. Fütyül, látod? Fütyülésre. Aha. 100 pont. Harmadszor fékez így bele Espinel. És így lehet, hogy gratulálnia kell Csisználnak. Dupla 20, 3 meccs nyíl. Dupla 10, dupla 5,
Nincs meg. És megint ötöt hagy. Igen, ezt már egyszer hagyta. És akkor ugye Espinal, ha jól emlékszem, behúzta a leget. Most be kell húzni Espinalnak, mert különben elmegy a hajó. És volt már egy 154-es kiszállója. És... 96-40-re. Á, így nem lesz meg. Egy dupla kettő. Újabb meccs nyilak. És megvan. A dupla kettő megvan. 6-4. A két angol csatáját, tehát a rutinosabb nyeri Dave Chisnall, ő fogadhatja gratulációkat. Egy 94,8-es átlaggal jut tovább, úgyhogy a kiszállózása elég gyengusz, 22%-os volt. Szünet, és még két mérkőzésünk marad. Először jön Joe Cullen, illetve Dennis Noppert találkozója.